Simon Tamás gényeiben hordozza a bodybuilding sport szeretetét. Nem csoda, hiszen édesapja, Simon István évekkel ezelőtt ugyanebben a sportágban öregbítette Vecsés hírnevét. Tamás fiatalkora ellenére már tekintélyes eredményeket ért el. Bemutatjuk sorozatunk mai adásában, vele ismerkedhetnek meg közelebbről. Tehát mai beszélgető partnerem Simon Tamás, akivel annak apropóján beszélgetek, hogy a junior bodybuilding világbajnokságon második helyezést értél el. De gondolom nem ez volt az első ilyen versenyed. Kezdjük az elején, hogy kezdted ezt a pályafutást? Igen, sziasztok, üdvözlöm a közönséget. Hát ez úgy történt, hogy édesapám Simon István többszörös magyar bajnok és Európa bajnok mellett nőttem föl, és saját termébe, ahogy edzett, én azt láttam, ez nekem nagyon megtetszett, és végül is az ő örömére is ezt a sportot választottam. Hány éves korban kezdted el? Én ezt 13 éves koromban kezdtem el, akkor teljesen csontozatbarát edzéstervet kaptam, szóval nem tereltük a csontozatomat, csak arra, hogy a csontozatomat növeljük, és azt természetes úton fejlesztettük, még nem törekedtünk arra, hogy nagy izmot szedjek fel, nagy izomtömeget. És akkor így apránként lépkedtem föl, először csak hobbiból edzettem, és utána kezdtem elgondolkozni a versenyzésem, ezt ugye apukámnak felvetettem, akkor felajánlotta, hogy engem fölkészít. A legelső próbálkozásom 2005 májusában volt, ahol elindultam egy versenyem. Ott első helyezést értem el, ezt annak tudtam be, hogy valószínűleg a genetikám és hogy van, mit kerestem ebbe a sportba. Utána elhatároztuk, hogy felkészülök a 2006-os versenyszezonra, ami úgy történt, hogy nyár végétől kezdtem erre készülni. Ez novemberben zajlottak a versenyek, kezdődött egy kupával, ahol elég jól szerepeltem, utána elmentem a magyar bajnokságra, ott azt megnyertem, 75 kilóban első helyezett lettem, és akkor Magyarország képviselőjeként elmentem a világbajnokságra, és ott második lettem a kategóriámban. Hány éves kortól lehet kezdeni egyébként a versenyzést? Hát igazából ez nincs korhoz kötve, de a legalkalmasabb az ilyen 17-18 éves korosztály, amikor már tényleg azt lehet mondani, hogy a csontozat fejlődése a végéhez ért nagyjából, és akkor el lehet kezdeni használni a nagyobb súlyokat, ami ahhoz vezet, hogy izomfejlődést érjünk el. És ez már nélkülözhetetlen a verseny felkészüléshez, hogy kifejlesszük saját izomzatunkat, és tökéletesítsük. Úgyhogy igazából a 17-18 éves korosztálynak ajánlom a versenyzést, de a súlyokkal való foglalkozást azt már 13 éves kortól nyugodt szívvel ajánlom, mert az ki van építve rendesen, hogy ne terhelje a csontozatot, és úgy van felépítve az edzésterv. Mennyit kell edzeni egy versenyzésre felkészülve? Hát egy versenyfelkészülés a tömegnövelési időszakban, ami azt jelenti, hogy a izomtömeget építjük. Nagy súlyokat használunk ott, az olyan 5-6 napot edzünk egy héten, és általában azt fel kell osztani, hogy azért legyenek között a pihenőnapok, szóval egy 2 napot pihenünk. Úgyhogy a legjobb az 5 napos megoldás. És a szárkásítás időszakban ott szintén az 5-6 nap, de ott már a kisebb súlyokra törekszünk, nagyobb ismétlésszámba végezzük a gyakorlatokat, és a zsírégetésre koncentrálunk. A jövő évi versenyekre már tudod, hogy melyikre szeretnél menni? És úgy készülöd, vagy úgy indul a felkészülésed? Hát igen, ez úgy zajlik, hogy én ahogy hazérek az iskolából, akkor én egy komplett táplálkozást végzek, amiben beletartozik a normális főtt kaja, ami számomra van megfőzve és kitalálva előre egy évre. Utána táplálékkiegészítő bevitel, ez ilyen protein turmix, tejbe kever, ez mondom mindenki, és elég sokan ismerik. Utána lejövök edzeni, délután ez olyan másfél-két órát vesz igénybe, ez egy kemény hajtós edzés, amiben barátom és edzőtársam Szűcs Zoltán segít nekem, és persze az edzőm Simon István felügyeli. Utána ez lezajlik, és ezt ugye heti 5-ször végzem, és a célokat kitűztük 2006 őszére, és a Magyarországtól megkaptam a felkérést, hogy Olaszországban én induljak a világbajnokságon,
és így ezáltal magyar válogatott lettem. Mennyire tudod megállni, ahogy mondod, hogy csak azokat az ételeket eheted, amit neked személyre szabottan főznek, egy gyors étteremben nem akarsz elmenni ilyenkor? Hát bevallom, a tanulmánynevelésnél ott igazából szinte mindegy, hogy mit eszek, az enyém, hogy laktató és tápláló legyen. Ami otthon éppen van, azt eszem. A beleférnek a gyors éttermkaják is, de azért az elég ritkán. És akkor kell igazán figyelni, amikor a verseny közül vagyok 2-3 hónappal, hogy akkor már csak a minőségi fehérje, a táplálékok és szénhidrát táplálékokat tegyem, a zsírmentes ételekben, és ott már ahhoz használom a táplálékkiegészítőket, ami köztudottan ismert a sportolók körében. Sokan szokták a bodybuildereket meggyanúsítani azzal, hogy hát valami tiltott szert szednek, valami doping szert szednek. Te hogy látod belülről ezt a világot? Hát az igazság, hogy sok mindenki sok mindent mond, de ezt csak akkor lehet átérezni és átélni, mikor az ember ezzel a sporttal foglalkozik, és akkor mindenki rájön, hogy ez nem így van, és nem ezen múlik, hanem az, hogy az ember a szabad idejét, az akaratát és mindenét erre áldozza, és ezt... Tehát ott is, igazából, van, gondolom, ott is vannak azért a versenyen ilyen doping ellenőrzések. Persze, szigorúan, és akit ezzel a védséggel megfognak, az szigorú eltiltásban és pénzbüntetésben részesül. Beszéljünk egy kicsit konkrétan magáról a versenyekről. Milyen kategóriák vannak? Úgy van, hogy én még a junior kategóriában versenyzek, ami 21 éves korig van, én ugye most leszek 18. És azon belül a junior kategória, azon belül súlyú csoportokra van osztva, hogy 75 kg alatt és 75 kg felett általában a nemzetközi versenyeken ez a felosztás van. Hát például a világbajnokság az úgy zajlott, hogy pénteken elmentünk mérlegelni, ott lemérlegeltem 72 kg-val, ezáltal 75 kg alatt versenyeztem, és utána szombaton volt az elődöntő, ahol 12-en álltunk színpadra a kategóriámba. Itt különböző azért világbajnokság volt, különböző nemzetiségűek, és vasárnap volt a döntő, ahol 12-ből 5-en jutottunk tovább. És magyarok közül 3-an indultunk ebbe a kategóriába, és magyarok közül egyedül én jutottam tovább, és talán szerencsére sikeresen helytálltam, és második lettem. Szerintem, hogy ahhoz képest, hogy az első évem volt, nagyon örülök ennek a teljesítménynek, és készülök a következő évre, ahol már szeretnék első lenni, de hát ez a jövő titka. Az, hogy hány kiló vagy, mennyi kilóval tudsz úgymond játszani? Tehát gondolom van egy ugye a felhízási, igen. Csúnyán mond a felhízási időszak, meg van a szálkásítás, amikor már úgymond fogyókúrázol. Igen. Nem a szó annak az értelmében, hogy ezt a laikusok gondolják. Hány kiló az, amikor így fölfele is mész, lefelé is mész? Hát a testvérünknél ez nagyon változó. Mondjuk én abban a kategóriában tartozok, hogy túlsúlyt nem szedek föl. Elég kidolgozott maradok évközben is, úgyhogy én a tavalyi évem az úgy sikerült, hogy olyan 80 kilóra mentem föl, 80-82, és 72 kilóra jöttem vissza, szágásítottam le. És most meg az a tervünk, hogy 85-86 kilóig tömegelek föl, és akkor onnan meg szeretnék olyan 74 fél lenni testsúlyba. És ez miért jó, hogy többre mész fel, hogy akkor a szálkásításnál az látszik, hogy nagyobb izomból? Igen, mert ez azt is jelenti, hogy ha a tömegnél is nagyobb súlyt érek el, hogy ezáltal nagyobb izom tömeget érek el, de mivel enyhén fedett ez az izom tömeg még akkor, ezért kell lepucolni egy kicsit. De ezáltal, hogy én jobban feltömegesítek, több a tápanyag a testembe, és ezt jobban át tudom alakítani izommá, és így sikerül a évi 3-4 kg izomzatot felszedni pluszba, jobb esetben. Uh-huh. És akkor erre visszatérve, hogy azért csak ennyit, mert ugye ez a naturál testépítés, és... Tehát ez a normális végül is, az a súly. A versenyen egy kis klippet adsz elő. Ezt ki szokta összeállítani? Tehát mi az, amikor ez megvan adva, hogy most a hátizmodat kell befeszíteni?
Igen, vagy... igen. Hát ez egy, ezt körnek hívják, ezt az előadást. Ez zenére való pózolás jelent, és ezt az edzőm állítjuk össze. Ezt elég már egy versenyt egy olyan hónappal kezdünk ezzel foglalkozni, kiválasztjuk a zenét, én egy több zenéből álló zeneszámot csináltam magamnak. Ehhez igazítottuk a mozgásomat, a mozdulataimat, és minden mozdulatban más izomzatot feszítek meg, és így mutatom be a bíráknak az én felépítésemet, kidolgozottságomat és definíciómat. Milyen szempontok alapján bírál a zsűri? Ez pontozásos bírálás alapján működik, és a szabad pózolás, ami a zenére adok elő, azelőtt van egy összevetés, amikor egymás mellett állunk a színpadon, és ugyanazokat a pózokat mutatjuk, és ezt összevetik a bírák, erre kapunk pontokat, és utána jön ez a szabad póz, ami zenére adok elő, és erre szintén pontokat kapunk, és aki a nagyobb pontszámot ért el, ugye az alapján rangsorolnak. Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Mondtad, hogy 2006 őszén lesz a világbajnokság, amire szintén szeretnél menni. Mondtad, hogy te vagy magyar válogatott vagy. Ez mit jelent, esetleg anyagilag támogat a, nem tudom, milyen szövetsége van ezeknek a bodybuildereknek? Igen, igen. Hát erről még az a baj, hogy bővebb információt nem tudom, mert egyelőre csak annyit jelentettek be, hogy én is magyar válogatott tag vagyok. Ezzel tavasszal lesznek a megbeszélések, ahol további információt kapok én is. Hát anyagi vonzata ennek a sportnak igazából nincsen. Ez tényleg csak saját ráfordítás alapján működik. És nekem nagy szerencsém, hogy ebbe apukám támogat, Simon István, és ugye a Becsicsi terem is biztosítva van nekem, ahol tudok edzeni. Amikor éppen nem ezzel mondtad, hogy borzasztóan ki vannak számolva szinte a perceid, de amikor egy kis szabad időd van, akkor éppen mivel szeretsz foglalatoskodni? Hát akkor általában baráti társággal, barátnőmmel, ilyen mozi, bowling, ilyen kirándulások inkább, mert igazából az én életemben nem nagyon fér bele a szórakozás, a diszkózás, ez miatt a sport miatt. Amit én nem is bánok, mert ezt ugye én vállaltam fel, ezt én szeretném csinálni. De azért tömegnövő időszakban, amikor kicsit a versenytől még messze vagyok, akkor még egy-két diszkó meg bulizás belefér, de különben a light-isabb programokat szeretem. És az iskola, most említetted, hogy még középiskolába jársz, most fogsz érettségizni? Jövőre érettségizem, most csak harmadikos vagyok, évvesztes vagyok, és jövő lesz a negyedikes, és egy érettségvel zárul ez a szakközépiskola. És mik a további terveid? Mi leszel, ha felnőtt leszel, akkor ezzel szeretnél foglalkozni, a bodybuildinggel, vagy van valami úgymond civil foglalkozás, ami azért a szívedhez közel állna? Hát egyelőre azok a terveim, hogy ebből a sportba tovább lépjek, az érettségi után is, és hogyha minden jól megy, akkor szeretnék egy ilyen a testnevelés főiskolára felvételt nyerni, és akkor ott a személyedző
diplomát megszerezni, de ez még mind a jövő zenéje, hogy ebből mi valósul meg, és hogy lesz a versenyzés, mert erre időm az érettségi után.